Szép estét kívánok mindenkinek, nagy szeretettel és tisztelettel, és igen, megtisztelnek minket azzal, hogy ilyen sokan eljöttek egy szombat este, amikor hát azért az olimpia mellett sok minden egyebet is lehetne csinálni, még egyszer mondom, nagyon szépen köszönöm. Hadd mutassam be a résztvevőinket, Csintalan Sándor. Jó estét kívánok, jó estét magyarok. Divény István. Konok Péter. Jó estét kívánok. Péternél külön fölhívnám a figyelmet, és semmit sem bízott a védelemre, másfél liter különféle. A sportolóknál látni nem mindig, hogy van ilyen kék egy kicsi, akkor egy kis rózsaszín. És Molnár Áron. Jó estét. Kezdjük azzal, amiben a Pista annyira belelendült. Igen, én az olimpiát nézve tűnt fel, ugye tudják, vannak ilyen egyperces rettentő ciki hírek. Tényleg rettentő ciki, csak a kislányok szépek benne. És egyetlen egy büdös szó nem esett arról, hogy 3-4 ezer ember tüntet a kormány ellen gyakorlatilag, és az egyik miniszterük lemondását követelik. Pedig ez nem egy kis tüntetés, én azt gondolom, különösen akkor nem, hogyha ez gyakorlatilag a társadalomnak szigorúan véve csak egy szűk rétegét érinti, ahhoz képest viszont óriási nagyra sikeredett. Pista, parancsolj! Akkor az előbb elmondtam, mondjam-e még egyszer? Most attól folytasd! Nem, azt akarom, még egyszer elmondom el, ez túl jó volt elsőre. Szóval, hogy ja, ez ilyen szakmai, vagy nem szakmaiatlan ártalom, hogy amikor még én vezettem a műsort, és felmondtam egy felkonfot, és mondták, hogy még egyszer. Nem tudtam még egyszer elmondani, tehát úgy éreztem, hogy ezt már egyszer elmondtam, és már annyira jó poén, megírtam, meg kigondoltam erről a poénokat, inkább mondtam a bénaságot. Na, szóval, hogy ugye a hiradó.hu-ról volt szó, és akkor én oda is mennék vissza, szerintem most már eltelt annyi idő az én ott létem óta, hogy most már ilyen történelmi távlatból nézhetek vissza, és már nem mondhatja senki, hogy abba a fészekbe, ahonnan kiröpültem, mondjuk nem magamtól repültem ki, hanem közös megegyezéssel, ugye. Szóval, hogy már akkor is, Pista. Már akkor is 2012-13 környékén ez ilyen nagyon össznépi közmédiás játszótér meg játék volt, hogy ne tudósítsunk valamiről, de akkor még erről ilyen meetingek voltak, hogy na most akkor is. És például a Bajnai akkor robbant be a magyar közéletbe, nem tudom hányadszor, igen, és nem tudták, hogy mi lesz ebből, mert azt gondolták, hogy Amerika majd úgy megpumpálja pénzzel a Bajnai Gordont, hogy aztán ő lesz az élek nagyobb fő ellensége a Fidesznek, és akkor majd mindent talált. Láttuk, hogy azért ez nem annyira jött össze, de tartottak tőle, és akkor az volt az ukász, hogy Bajnai Gordon nem szerepelhet a közmédiába. És én ugye az online-nak voltam a felelőség, és mindig mondtam, hogy oké, azt értem, hogy a híradóban nem rakjátok bele, nem fér bele majd, meg a, mit tudom én, a rádiós blogban nem fér bele. Mondom, az online-on mit mondunk? De miért nem fért el a... Nem? Tehát mondom, kicsibe vagy, valami könyörünk. Tehát, hogyha a keresőbe beírják a Bajnaiát, legyen már egy anyag arról, hogy a híradó.hu-n mégiscsak megemlékeztünk. Mert azért ott voltak ilyen 100 000-es tüntetések, ugye? És aztán ennek az, tehát én több értekezleten ment ez az össznépi játék, hogy hallgassuk el Bajnait. És elmondom, mi lett a vége. Hát egyrészt a karrierem vége, az, hogy Dévényi gyanúsan védi Bajnait. Tehát az a hangulat azért már megvolt most is. Úgy látszik, most már nincsenek ilyen idióták, mint én a közmédiában, akik még legalább valami értekezleten próbálkoznak. Nem egy nagy hős tett, most ez nem azt jelenti, hogy én mekkora voltam, ász voltam, csak egyszerűen egy darabig még próbáltam ilyen újságírói tevékenységet folytatni, aztán feladtam. Szóval, hogy már nincs. Most már nincs ilyen, kész, nem jelenik meg. És ez valahol egészen elkeserítő és egészen szomorú. És ahogy átnéztem a témákat, ugye, amiket így megbeszéltünk előre, azon gondolkodtam, hogy most megint itt fogunk ülni, majd megint jókat kesergünk, egy-két poén talán becsúszik, akkor egy pillanatra vidámabbak leszünk, miközben az Adrián már elindult a új jacht, miközben a magángépek jönnek-mennek, miközben Capri szigetén épp most rendel valaki valami olyan koktélt, aminek a nevét kiejteni se tudnám, és még nem is hallottam róla, annyira friss, és csak az exkluzív vendégeknek van. Hát, hogy baromi jól érzik magukat. Miközben nyárban. A Borkai ki tudja, mit csinál. Igen. Tehát, hogy így zajlik az élet a NER-ben, minden klassz, minden faszagányos. Mi megint majd itt ülünk, és akkor megint majd itt jól elkeserítjük magunkat, egymást, meg önöket is.
Úgyhogy... Remélem, nem ez fog történni. Jó, azért. Igen. Én nem így jöttem. Feldobtam itt mindjárt az elén a sót. Szóval, hogy nem tudom, mit kéne csinálni. Egyszer Lukácsi Katalin már beleszaladt az egyik ilyen műsorba, hogy elkezdett ezen gondolkodni, hogy hogy kéne ezt másként. Én próbálok azért nem összeomlani, de hogy tényleg, hogy valahol, nem tudom, mit kéne. Azt tudom, hogy a Fidesz egy dolgot rettenetesen utál, amikor nevetségessé válik. Az biztos. Ezekkel a komoly izékkel meg a nagyon nagyot nem lehet ütni rajtuk, mert hát úgy tojnak a fejünkre, mint annak a rendje. Bocsáss meg, hogy egy picit vitába szállok veled, de hogy az a helyzet, hogy nyár van, július, tűz a nap, iszonyatosan jó az idő, a kocsmák csurig, még lehet menni, nincs negyedik hullám, stb. Ehhez képest majdnem több mint 100 ember van itt. Szerintem ez az első pozitív dolog. Tehát ez fantasztikus, hogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Ugye ez fantasztikus. Komolyan azt gondolom, hogy ez egy elképesztő nagy dolog, és ez szerintem reményt ad. Nekem kifejezetten reményt ad. Másrészt pedig az történt, hogy a tegnapi nap nekem volt egy vendégjátékom Kapolcson, ahol két előadást játszottunk egy Árvák című előadásból, ami egy brutális előadás, szól árvaságról, rasszizmusról, előítéletről. Nagyon kőkemény előadás, szeptember 2-től megnézhetitek a Radnótiban. Egészen hihetetlen, kettőt játszottunk belőle. Reggel mentünk oda Lengyel Tomi barátommal, vezettünk, két előadást lejátszottunk belőle, utána este vissza, és azt éreztem, hogy hát én vagyok a világ királya, és hogy joggal megyek ágyba, joggal fogok egy óriásit pihenni, és reggel, amikor fölkeltem 8 óra körül, akkor mondtam, hogy na, akkor kicsit most össze kell szedni magunkat, hogy kimegyünk a nagy gyűlésre. És az első beszéd után szégyeltem el úgy magam, hogy ezt nem tudom nektek elmondani. Azért, mert az volt, hogy rájöttem, hogy én... aki Kapolcson, elmentem játszani, fáradtnak tituláltam magam, és egyszer csak szembe voltak velem a hősök, azok az emberek, akik megmentették ezt az országot. Azok az emberek, akik nélkül itt még brutálisabb halálozási adatok lettek volna. Azok az emberek, akik a perifériára szorultak a kormány rettenetes cinizmusa miatt, és ez döbbenetes volt látni ezeket az embereket, hogy kiállnak a tűző napban, 35 fokban, leégve, remegve, és az a pillanat, amikor az egyik egészségügyi szakápoló elsírja magát, mert elmondja azt a történetet, hogy hogyan halt meg a kezei között az egyik betege, és a másik egészségügyi szakápoló odamegy, és biztatja, hoz neki egy pohár vizet, és simogatja a hátát. Azt gondolom, hogy ez 2021 Budapest Magyarországán, amikor megtörténik, akkor kell azt mondani, hogy itt a vége. És ez egy brutális pillanat volt. De azért, de aztán elkövetted azt a hibát, hogy ezzel a lendülettel aztán eljöttél este a kötött fogásba, ahol majd jól lehúzunk téged. Nem szóval, hogy... Pistikém! Hogy ez, de ez nagyon jó, ez tök jó, csak vissza az elejéhez, fél ország erről nem fog értesülni. Mielőtt továbbadom a szót, illetve Sanyi átveszi a szót. Ezt most nem viccnek szántam, mert hogy már szegény elkezdte a mondandóját. Azt akarom csak mondani, hogy érzékeljék ezt le a számok nyelvén is. Két évvel ezelőtt még csak 5200-5400 ápoló hiányzott az egészségügyi ellátásból. Ez most oda jutott, hogy több mint 10 000. Több mint 10 000. Tehát, hogyha ezt visszaosztjuk az egészségügyi létesítményeink számával, akkor brutális számok jönnek ki. Jó, csak ennyit akartam mondani, Sanyikám, parancsolj. Azt akartam mondani Pistának, hogy figyelj már, szóval elmondhatod még 10-szer, hogy depressziós vagy, nem tudod ránk dumálni. De nem fog menni. Rám egy picit, ne! Én vevő vagyok, Pista. Csak figyelj a végére, hogy fogsz kinézni. Mondtam már neki 1000-szer, de tök mindegy, most megint már unom magam is, hogy a Pityukám már nem kéne meg, de hát reménytelen a csávó. Hát ez a műsorszáma. Azt akartam kinyögni, hogy ez így működik, Pista. És egyébként én is ezzel akartam kezdeni, hogy úgy különösebben nem szoktam szorongani, mert el vagyok magamba. Ellenben tényleg végtelen megtisztelőnek gondolom én is, hogy ennyien itt vagyunk. Ha még hozzátegyek valamit, ugye nyilván azt az áron nem tudta megélni velünk, nagyjából másfél, vagy idestavon két éve nem találkoztunk, és fene gondolta volna, hogy egyébként ez ilyen kurva gyorsan elmegy. És rettentő gyorsan elment, és nagyon régen volt, és iszonyú sok minden történt. És igazából csak ahhoz szeretnék kapcsolódni, ami bizonyos értelemben tanúság, meg engem azért úgy folyamatosan megrázt. Akik engem ismernek, azok tudják, hogy ilyen gyakorló hipohonder vagyok, és nekem ebből adódóan ez nem statisztikai kérdés. Azon el kell gondolkodnunk, hogy vajon miért van az, hogy az embereknek azon része, amelyik a magyar egészségügyben még nem volt kiszolgáltatott,
az olyan miért nem érez valamiféle együttérzést, vagy miért nem gondol abba bele, hogy hát egyrészt előbb-utóbb oda kerül ő is, meg oda kerülhet, másrészt, hogy ez milyen írtózatosan romboló, és milyen rettenetes kártékony, és hova veti vissza ezt az országot. És hogy persze baromi fontos nap mint nap azt meghallani, meg hallgatni, hogy egyébként éppen hogy nőtt a GDP, amelyek mindaddig üres számok, amíg az ember mondjuk például be nem akar jutni egy szakrendelésre. Úgyhogy legyünk már saját sorsunkkal kapcsolatban is, és ezt most nem önöknek mondom, nem csak önöknek, magamnak mondom, magamnak is mondom, hogy abban a tudatban kell optimistának lenni, meg összegyűlni, meg elmondani, és nem nagyon kell nézni, hogy milyenek a számok, hogy amikor itt lesz a pillanat, már pedig itt lesz, amikor ez a rendszer bedől, hogy mikor ezt én nem tudom, remélem meg fogom élni én is, akkor legyen a helyünkön a szívünk és az agyunk, és akkor kell tudnunk cselekedni. Addig minden olyan összejövetelnek, ahol három bús magyar összejön, és elgondolkodik valójában a haza sorsán. Legyen szívesek ezeken részt venni, és köszönöm, hogy megtisztelnek azzal bennünket, engem, meg különösképpen, ugye, mert hát én csak egy kolonc vagyok, hogy én is beszéljek magam depressziójáról, az én Pistámhoz csatlakozva. Az enyém jó. Mert azért a szarügy, ha nem vagyunk depressziósak, tehát ez nem posztmodern. Na, ezért én szerintem, amikor majd szükség lesz, azért bele fogunk állni mindenképpen mindannyian. Azt nem tudom, hogy be fogunk beleállni, de engem az egész... Hát nem abba. Nem abba, Petikém. Nem ugye elgondoltam, hogy mi kettek. A depressziós meg az anarchista, hát megőrülök tőlük. Komolyan. De hogy engem egyébként ebben az egészben, amikor ilyen tüntetés van, és most, hogy beszámol róla a média, nem számol, persze, hogy nem számol be, hát az a dolga, hogy ne számoljon be, azért tartjuk a közmédiát. Engem a végtelen türelem döbbent meg, hogy milyen marha kevés ilyen jellegű tüntetés van. Tehát Magyarországon tüntetések általában politikai, szimbolikus célok mellett szoktak történni, vagy legalábbis azokra figyelünk oda, azok a nagy tüntetések, azokat aztán évekig emlegetjük, meg posztoljuk, és nagyon-nagyon kevés, egyébként statisztikailag nagyon-nagyon kevés a munkavállalói tüntetés, az érdek sérülések miatti tüntetés, a klasszikus szakszervezeti tüntetés egyébként, vagy olyan, ami túllép a szakszervezeteken, és ilyen sérelmek alapján szerveződik meg. Ez elképesztő ritka, hogyha megnézi az ember tényleg éves lebontásban, és mondjuk az Európai Uniós átlagot, Magyarország a legnyugodtabb ország. Hát ugye nyugodt országokról azt képzeljük, hogy ott mégiscsak jól mennek a dolgok. Hát hogy Magyarországon mennyire mennek jól a dolgok, azt én nem az én tisztem megítélni, szerintem baromi szarul mennek Magyarországon a dolgok, bár az adriai aktok suhannak, és hogyha a magárepülőgépek forgalmát nézzük, akkor valószínűleg az ország azért az Európai Unió labojába tartozik, de Magyarországon azért szerintem kijelenthetjük, hogy nagyon szarul mennek a dolgok. Ehhez képest viszont baromi kevés, nem tudom, tehát nem is az, hogy baromi kevés a tiltakozás, hanem strukturálisan, mintha képtelenek lennénk kiállni ilyen értelemben magunkért. És amikor valaki kiáll, mint most kiálltak az egészségügyiek, igen, látszólag impozáns tömegben, valójában meg minden egészségügyinek és minden olyannak, aki ott kéne lenni, akit az egészségügy valamilyen szinten érint, vagyis tulajdonképpen mindenkinek, mert hát az egészségügy azért valamilyen szinten mindannyiunkat érint, a Sanyit különösen, mert ő hipohonder is, akkor nincs ágazati összefonódás, nincs ilyen jellegű szolidaritás. Valahogy ezt újra meg kellene tanulnunk. Utoljára egyébként a 20-as, 30-as években volt erről fogalmunk, aztán persze eltelt egy hosszú időszak. Csak hogy behozzam az egészségügyek mellett, ugye szerintem a másik ilyen botránytörténet, az bár kevésbé látszik fontosnak, az itt a légirányítós történet. A légirányítókkal közölték, hogy nekik van sztrájkjog elvileg, de ugye a rendkívüli felhatalmazásra és a kormány rendeleti kormányzására való tekintettel, hát ugye mégsem nincsen sztrájkjog. Ami, hát tulajdonképpen gondoljuk azt, hogy légirányítás az olyan keveseket érint, de hát azért elképesztő történet. Jó, hát mondjuk a légirányítók abba adják, akkor lepotyog meg a magára. Orbán ránézett az aktuális radarképre, látta, hogy hány magángép van fönt, ebből tudta, hogy minden erhez tartozik. Nem, én azért elképzeltem azt a szituációt, amikor a légirányítók légirányítás közben akarnak Orbánról a sztrájkról beszélni, amikor ő a NER 001 gépen éppen landol lefele Miami Beach-ról. Én nézze, egy sztrájk miatt megszűnik a magyar kormány. Csak megjegyzem, a légirányítás, a légirányító a világon a legmagasabb stressznek kitett foglalkozás. Nem fogják elhinni, hogy mi a második. Színészek.
Nem, külügyminiszterek. A televíziós műsorvezetők. Én a színészeket tudom. Csak mondom. Hál' Istennek YouTube, megnyugodhatsz. Bocsánat, ne haragudjatok, csak egy gyors aktivizmus kultúrára hadd mutassak rá az előbbi pár perccel kapcsolatban. Ugye Péter, te azt mondtad, hogy mi hiányzik ez, hiányzik az, egy csomó dolog hiányzik, össze, stb. Stb. De hogy tényleg, tudom, hogy én vagyok most itt a rookie és a fiatal, de hogy te kint voltál ma? Hogy én azt gondolom, hogy szerintem minden egyes ilyen pillanat, amikor kritikát fogalmazunk meg valamivel kapcsolatban, szerintem nagyon fontos az, hogy legyen táptalaj annak, hogy én viszont ott voltam esetleg. És hogyha, és tényleg véletlenül se vett személyeskedésnek, csak azt mondom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor azt mondta, hogy miért nincs ez, miért nincs az, soha ennyi szakszervezet nem volt, egészségügyi szakszervezet nem volt kint egy tüntetésen. Borsod, Abaúz, megyék, tűzoltók, mentős, brutális milyen összefogás volt ma. Elképesztő. És lehet, hogy nem voltak 30 ezeren, viszont ott 4-5 ezer olyan ember volt, akik soha nem tüntettek együtt. Soha nem jöttek föl vidékről busszal együtt. Soha nem csináltak meg egy transzparenst együtt. Saját pénzükön. Saját pénzükön. Soha nem tették meg ezeket a dolgokat, és soha nem merték vállalni ezt, mert életeket mentettek. És még így is, akik ott maradtak benne a kórházban, azok azért vannak ott, hogy életeket mentsenek mai napig. Ezért szerintem ez most egy nagyon-nagyon fontos pillanat, és szerintem pont amit hiányol, szerintem a mai nap az kifejezetten történelmi. Nem, én nem azt hiányolom, hogy ki ment ki, mondjuk a demagógiát, azt marhára nem hiányolom, tehát ez a hős kultusz, amit itt nyomsz, ez szerintem baromi gáz. De nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy valóban erőteljes fellépés csak úgy működhet, hogyha ez a széles társadalmat megfogja. Hogyha ez az egész kommunikálva van, hogyha az emberek megértik, hogy amikor az egyik kizsákmányolt lázad a kizsákmányolásának körülményei miatt, akkor az minden kizsákmányoltról szól. Ez baromi egyszerű. Ne azokat basszuk már le, ne azokat akik ott voltak. Én nem azt basszuk, nem éreztem ezt a hősök, meg mit tudom én, ez a szöveg. De miért, Péter, egyébként én ebben a Noir pártján vagyok, mert a vidéki, ugye, mikor próbáltam cikkeket írni a járvány idején, nem tudom már hanyadik, mindegyik hullám idején próbáltunk cikkeket írni, és akkor itt a végén azért már, amikor nagyon összedőlőben volt a történet, és már nagyon sokan haltak meg egy-egy nap, akkor én is rengeteg egészségügyist megkerestem, az én kis fatornyos szülővárosom környékén is, meg mindenfelé, és azért a vidéki egészségügyben ott elmondták, hogy oké, ő kiállhat azzal a szerződésével, amiben ugye az van beleírva, ezt már elmondtam, hogy háromszor, vagy még egyszer elmondom, mert szerintem annyira döbbenetes, hogy a szerződésükben az van leírva, hogy ők nem beszélhetnek semmi olyanról, amiről a munka végzés során fel kellett volna ismerniük, hogy az a vezetőségnek fontos. Tehát ez a hogy mi van? Ehhez képest, hogy bocsáss meg. Tehát semmiről, gyakorlatilag ez a kussoljának a jogi nyelven megfogalmazott passzusa, méghozzá nagyon durván. És akkor elmondták azt, hogy nagyon szívesen nyilatkozzanak, de még név nélkül se, mert mondjuk egy Bükkábrányi ápolónő, ha kirúgják, akkor mit csinál? 80 kilométerre fog elmenni dolgozni? Németországba fog elmenni. Hát, ez nem azt jelenti, hogy hősök, ez azt jelenti, hogy áldozatok, mint ahogy mindannyian azok vagyunk. Amit a Noir mond, hogy most eljöttek a vidéki ápolónők is, meg szakdolgozók is tüntetni, és arcukat adták hozzá. Kiálltak, az tényleg baromi fontos dolog abban a hangulatban, ahol fővesztés terhe mellett kell kussolniuk. Jó, csak hogy ez kéne, hogy a természetes legyen. Ne faragjunk hőst az áldozatból, ne faragjunk hőst egyébként a Donkanyarba meghaltakból, sem most nem azért akarok egy másik szintet behozni, mert nem azért, mert a szóhasználat szerintem nagyon gáz. Áldozatok vagyunk, az áldozatok időnként visszavágnak, és amikor az áldozatok visszavágnak, na abból lesz egyébként szerintem változás, abból lehet változás. A hősök azok elhullanak, és aztán emelnek nekik szobrot. Nem szobrokra van szükségünk. Bocsánat, mivel egy pillanatra azt mondod, hogy gáz, ha egy picit hadd vitatkozzam itt a szókultúrán. Azt gondolom, hogy az áldozat szó, ez egy nagyon izgalmas dolog, én is találkoztam ezzel kapcsolatban, amikor az Eszenyi Enikő történetével foglalkoztunk. És érdekes, hogy az áldozat ma a magyar társadalomban, azt veszem észre, a közbeszédben egy passzív cselekvőt feltételez. A hős az viszont egy aktív cselekvővé tud válni. És azt gondolom, hogy a szómágia és a névmágia azért nagyon fontos, és azért emelem őket a piedesztára, mert nem gáznak akarom titulálni őket, hanem azt gondolom, hogy az, amit tesznek, és akár a tüntetésen elhangzott történet szempontjából is, az, hogy zokogó
ápolók beszélnek a saját helyzeteikről, az szerintem az az a pillanat, amikor nem egy palástban és feszülős cuccban elképzelt hősről kell gondolkodni, aki a levegőben repül, hanem az arról kell gondolkozni, akinek nincsenek meg a sebészi eszközei, amivel tud műteni vagy segíteni betegeken. Ezért gondolom őket hősöknek. Hát ezek áldozatok. Jó, hát utána itt. Még egy kört ez ügyben nem menjünk. Pegazus ügy. Bocsáss meg, meg engedsz egyet? Ne haragudjanak, csak egy gyors történet, és lehet, hogy ez pont átrepít a Pegazus ügyről. Átrepít. Hogy ma az egyik a tüntetésen egy pedagógus hölgy odajött hozzánk, egy pedagógus barátunk, és azt mondta, hogy odament az ellentüntetőkhöz. És igen, voltak páran, mindig vannak, és ez szerintem csodálatos. Hogy vannak ellentüntetők, és az volt az egyik transzparensen, hogy vakcinafasizmus. Igen. És akkor Covid? Covid-fasizmus, köszönöm, édesanyám. Covid-fasizmus. És odament ez nagyon pontos, ezt kérdezte a pedagógus hölgy is. És a válasz a következő volt. Én nem tudom, én csak tartom. Jó, hát azért ellentüntetőkből nagyon erős szokott jutni. Tehát azt lássuk be, hogy ott azért nagyon komoly arcok jelennek. Valahogy ez, hogy nem tudom, csak tartom, valahogy az egész pártpolitikára így ráhúzható, nem? Tehát, hogy így tartom a szám, tartom a hátam, tehát nem tudom, mi történik, de úgy én csak tartom. A múltkori kötött fogásban, az Pista már akkor is nagyon okosat mondott, és utána én ezen elgondolkodtam, hogy tényleg ez az egész Pegazus ügy, akárhogy is nézzük, persze szörnyű, hogy lehallgatnak egy újságírót, aki éppen egy oknyomozó portálnak az újságírója, de nagyon-nagyon logikus az, amit a Pista mondott, hogy ez igazából magukat hallgatják le. Gondoljanak csak bele, és ugye a Pista ezt kezdte el feszegetni, hát hogy most persze lehallgatnak egy újságot, és akkor mi van? Tehát megölik, és nem fogja-e megírni a cikket? Hát azért talán itt még nem tartunk. Hanem nyilvánvalóan a kapcsolati rendszer fölgöngyölítése miatt folyik az egész lehallgatás, amiben belesodródnak oknyomozó újságírók is. És hát azért gyanúsan mondódnak le most emberek, államtitkári pozíciókból is azóta. Szóval Pegazus ügy, Pintér Sándor, én nem éreztem annyira durvának, mint ahogy itt sokan mondják. Ő ugye azt mondta, hogy ő nem beszélhet erről, mert ez államtitok, és aki államtitokra kérdez rá, hát az is törvénysértést követhet el, vagy követel, nem tudom, ezt mondta. Felbújt. Jó, oké, és akkor most ezen persze. A mi törzsünk az rettenetesen felháborodik, az ő törzsük meg azt mondja, hogy ez semmi. Mi a véleményetek? Igazából szerintem a Pintér viccelni akart, én komolyan azon gondolkodtam. Néztem a szöveget, és a kontextusból az jött ki, hogy ő így viccel. Tehát így képzeljük el tényleg a Seftes anyát, ahogy szocializálódott, ilyen NKVD-s viccei vannak neki, hogy hát figyelj, ha kérdezel, elvitetünk. De ezt ő nem gondolta komolyan, Pintér Sándor egy nem tudom, valamilyen szinten jogvégzett, vagy legalábbis hát azt mondom, hogy joghoz közel álló ember, de hogy így elvileg tudja, mi az, hogy a jog, meg mit tudom, tehát teljesen tisztában van vele, hogy marhaságot mondott. Ugyanakkor én nem vagyok meglepve, és szerintem jó is ez így, hogy ez emelkedett ki az egész történetből. Mert magáról a megfigyelésről ugye nem sokat tudunk, hát azt tudjuk, hogy valami van, hogy mindenkit megfigyeltek, leginkább az, hogy mi ez az egész történet, azt a kormány reakcióból láthatjuk. Tehát onnan tudjuk, hogy fúj a szél, hogy így a hangyák röpködnek ki a hangyabolyból, és világos, hogy a kormány reakciója, azok nagyon kétségbe esettek. Tehát igazából ebből gondolhatjuk, itt valami tényleg komoly történetről van szó, ami azért minőségileg valószínűleg akkor különbözik attól, hogy egyébként minden állampolgárát igyekszik megfigyelni, különféle okoknál fogva. De az, hogy most ez teljesen mindegy, hogy poénként vagy nem poénként, tulajdonképpen mindegy egyébként, mert soha nem lehet eldönteni, hogy ők viccelődnek, vagy komolyan gondolják, amit gondolnak, szerintem mindegy, a vicceket is komolyan gondolják. Tehát, hogy ez poénként elhangzik, hogy már a kérdés is büntethető, tulajdonképpen már a szándék is büntethető, ezt azért egy ilyen falvédőre én felhímezném, és kirakném ott a belügyminisztériumba a Pintér mögé, mint a mai magyar NER diktatúra alapmondatát. Egyszer a Blaha Lujza téren még 10 éves koromban igazoltatott minket a rendőrre, sokan voltunk, hosszú hajunk volt, és szerintem hangosak is voltunk, és elvette a személyiket, megnézte, fölírta, akkor még KMK is volt. Mindenkinek visszaadta, talán a legcsöndesebb gyerekét nem adta, és így.
Hát kérdeztük, hogy miért nem adta vissza. Nem mondott semmit. Na de úgy nézett, mondta a rendőr. Pintér Sanyi most ezt mondta nekünk, hogy tudtok ti úgy nézni, hogy az bűn legyen. Majd én elintézem. Én paragrafusokkal készültem meg minden, de most már belátom, hogy tök hülyeség van. Szerintem tényleg, hogy mi a sajtószabadság gyakorlása 2010-es évén, nem tudom, milyen törvény, meg a felbújtót kiírtam a BTK-ba, és majd jól megcáfolom. De igazad van tényleg, szerintem ez tényleg egy ilyen pintéri vicc akart lenni. Úgyhogy inkább azt mondom el, amikor Hajdú Péternek a csillaga még csak a felemelkedő szerűségben volt, és még nem nagyon ismertük így média szerte, de már mert kezdtük gyanítani, hogy ebből baj lesz, és így kérdeztem, hogy de ki ez a Hajdú Péter? És így gondolkodott az én kollégám, aki közelről ismert, és azt mondta, hogy az a csávó, aki az Értekezeten a saját viccén nevet. És akkor tudtam, hogy az kemény, tehát hogy ott abban minden belefér, akkor hagyjuk ezt a izét pintéres dolgot. Ilyen igazoltatós, én ugyan a rendszerváltás hajnalán lettem ugye kamasz, tehát már alig van ilyen kis kádárrendőrös kalandom, de azért olyan kis kalandom van, hogy az én barátom a személyigazolványát úgy rakta be a személyigazolvány tartótokba, hogy fordítva. Tehát amikor a rendőr elkért, és ugye kívülről voltatok rá, hogy személyigazolvány, kinyitotta, akkor a hátsó oldal jött be fordítva. Akkor a büdös pofont kapott ezért a tréfáért. Hát ez volt, ami hős tettünk, meg a haverát elvitték. Áldozat tett. Bocsánat. Áldozat tettünk, és a Ronyva parton iszogattunk egyszer, oda is kiszállt a rendőrség. Nem tudom, miért voltunk hangosak, ez biztos, nem tudom, átment Szlovákiában hang, vagy valami. Ugye az ember Trianon árnyékában nő fel, akkor olyan bűncselekményeket is elkövethet, amire nem is gondol. Átrúgtuk a labdát például, és akkor így állt a szlovák határól a labdával is. Soha nem rúgta vissza. Úgyhogy én Trianont igen keményen éltem meg. Szóval, hogy... És ott el voltunk, nótázgattunk, meg táncolgattunk, és ugye kis friss néptáncosok, és kiszállt a rendőrség, és elvitték az egyik haveromat, és már erősen részeg volt, tehát előrébb volt a szórakozásnak ezen a ösvényen, mint mi jártunk, és annyit hallottunk, amikor így benyomták a fejét a ladába, hogy kérdeztett a rendőr, hogy hogy hívnak fiam, és azt mondta, hogy nem vallok. Azért régen is voltak hősek kontraáldozatok. A nevet és a rangot azt meg szokták mondani ilyenkor. Hát, se akkor, se azon a bizonyos Pista mégse, októberi napon. Nem a rendőrök, aki nem val. Pista mégse depressziós, azért most kiderült ebből. Bipoláris. Ebből a 12 perces sztoriból kiderült, hogy mégse. Jó, Pegazus, nincs vélemény, uram? Engem az érdekel, hogy ki kéri számon Pintér Sándort. Tehát jogilag, én azt gondolom, hogy nem csak ő, hanem mi is. Nem, én azt gondolom, Orbán hogy Viktor egyedül. Igen, szerintem ez a érdekes helyzet, hogy vajon mi számon kérhetjük-e őt? Vajon a nép számon kérheti? És milyen platformjaink vannak például erre a lehetőségre? És mi az, amit például ebben a Pegazus ügyben tehetünk, és ugye ahogy írtátok is, hogy vajon ez érdekli az embereket? Tehát ma egy olyan világban élünk, ahol a Facebook tulajdonképpen, bocsánat, csak gyorsan tegye fel a kezeteknek, van Facebookja. És tegye fel a kezét, kérem szépen, az, aki elolvasta a szabályzatot, amihez hozzá kell járulni. Aha. Ja. Szóval ezzel a gesztussal kérdeznék rá ma a lehallgatásra például, hogy ez vajon mit eredményez ma a társadalmunkban. Mondjuk a Facebook gazdaságilag jár utána annak, hogy mit szeretünk, mi az, amit fogyasztunk, stb. De ez ennél egy sokkal brutálisabb helyzet, és szerintem ezt kell megértenünk, és mondjuk egy párbeszédnél, egy asztalnál, vagy akár egy olyan embernél, aki szerinte ez egy bagatell történet, tudatosítani, hogy ez egy kém kormány. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy bármelyik helyzetben bemehet a te hálószobádba. Bármelyik helyzetben utánad mehet, és nem azért, hogy megnézze, hogy melyik a kedvenc Nike cipőd, hanem azért, hogy mivel zsarolhat. És ez egy sokkal durvább szituáció. Mert amikor te azt mondod, hogy újságírókat, hát azért mi Csehország, nem vagyunk túl messze, ott megtörtént. Amikor azt mondjuk, hogy hát ezek a dolgok még, a szó nagyon fontos, a még. De nem biztos, Áron, nem biztos. Ha én kormány lennék, és lenne ilyen lehetőségem, hogy egy ilyen kém szoftvert vegyek, valószínűleg én is megvenném. Megbeszélném persze a titkosszolgálati szakemberekkel, de megvenném. Hát csak az a kérdés, hogy ki ellen használja föl ez a bizonyos kormány. Fölhasználja-e az ártatlannak mondott, mondjuk ártatlan állampolgára ellen, ellenünk, konok ellen? Nem kell, mindent elmondok a Facebookon. Vagy pedig tényleg arra használja-e,
amire kell, ugye, ami a nemzet biztonságát veszélyezteti. Igen, ám csak akkor innen jön le, hogy annak az is beszél valakivel, aztán ő is Ha Kovács Béla kém volt, akkor én már mindent el tudok képzelni. Nem létezik. Nem létezik. De a Putyin ekkora bajban nem lehet. Szerintem most csak befejezve a gondolatom, hogy szerintem például múlik rajtunk ez a történet, tehát hogy mennyire fogja érdekelni az embereket. Hogy vajon fenntartjuk ezt a Pegazus történetet? Hogy ez valóban képes egy Watergate történetté válni? Vagy képes-e ez az ügy egy olyan ügyé kinőni magát, amiben tényleg nagyon súlyos dolgokra mutatunk rá? A másik kérdés pedig, hogy valahogy nem hallom a jobboldali médiát erről hangosan beszélni, de hogy ők nem félnek attól, hogy lehallgatják őket? Nem, ők tudják. Ez a Facebookos párhuzam, ez csak annyit, hogy nekem azért nem tetszik, mert hogy is már azért egy oknyomozó újságíró mégsem a Facebookon nyomoz okot, tehát hogy nem az van, hogy kiírja, hogy nem tudom, van nekem ismerősöm a Mészáros és Mészáros Kft-nél, mert hogy kellene információ, hanem valahogy innen, onnan, amonnan ugye kiszivárognak az információk, és ebbe a történetbe, amit a Sanyi mondott az elején, szerintem tényleg ez nagyrészt erről szólt, hogy honnan tudja XY kolléga azt, amit tud. Nem az érdekelt, hogy mit fog írni a következő cikkében, hanem hogy az eddigiek, hogy kivel áll kapcsolatban, kik hívják fel, kikkel csetel, miről szól a történet. Tehát, hogy erről volt, ez az egész ez valóban inkább a fideszes belügynek tekinthető, de, mármint maga, hogy miről szól, de az, hogy valóban kvázi ártatlan, nem kvázi, ez hülyeség volt, ártatlan állampolgárokat hallgattak le, csak azért, hogy tudják azt, hogy mi folyik a saját köreiken belül, az brutális, valóban. És én azt vettem észre, tehát ugye az én fideszes ismerőseim, azok már gyakorlatilag az ügy kirobbanásának harmadik órájában elkezdtek bombázni ilyen üzenetekkel, hogy már most nem érdekli az embereket, tehát hogy már most megbukott meg. Ugye bedobták ezt a nyomorult Anonymous történetet, aki a Cseh Katiról valamit, nem tudjuk még, hogy mit, mert ugye nagyon zavarosan áll össze ez a történet, hogy azzal próbálták leplezni, az se jött be, hogy szerintem jobban érdekli az embereket egyébként, mint azt a Fideszen belül gondolják. Hogy azért ez visszahozza ezeket a régi kádári időkben gyakorolt reflexeket, hogy hoppá, tehát most 30 év után már megint ott tartunk, hogy ki tudja, hogy ki van a vonal túlsó végén. Úgyhogy nyilván nem fog ebbe belebukni a kormány most így hirtelen, meg mindig ezt kérik számon, na, ez már az a botrány, Orbán Viktor lemondott. De nem erről van szó, hát nem fog azonnal lemondani, de igenis, hogy érdekli az embereket. Szerintem ez nagyon ott van a levegőben. Fogalmam nincs, ezt ugye mindig számon kérik rajtunk is, hogy kéne ezt jól kezelni, meg jól kezeli az ellenzék. Nem tudom megmondani, fogalmam nincs, hogy kéne ezt kezelni. Én csak azt tapasztalom, hogy igenis érdekli az embereket az, hogy a búbánodban történhet ez meg Magyarországon. De hát ilyen értelemben kéne egy kicsit szerintem generalizálni a dolgot. Tehát nem az a kérdés, hogy kezeli az ellenzék. Az ellenzék mit kezelni, hogyha ők jutnak esetleg kormányra, akkor ugyanúgy használni fogják a hasonló szoftvereket. Lehet, hogy nem pont ezt. Ezt mindenki használja, csak nem mindenki bukik meg vele. Na most ezek itt megbuktak vele. És arra egyébként alkalmas szerintem, hogy ezt a fajta, tehát egyrészt persze izgalmas róla beszélni, meg érdekes, meg tulajdonképpen a beszélünk róla úgyis hallják, tehát itt pont azt a izét nézem, ott villog az a bigyó, én tudom, hogy az füstjelző. De a régi szép időkben egyébként... De ő nem tudja magáról. A régi szép időkben egyébként tényleg még ezeket a rendes poloskákat, ezeket így ki lehetett tapogatni a tapéta alatt, meg kicsavartad a telefon kézi beszélőjét, és akkor ott volt benne valami olyan alkatrész, ami szemmel láthatólag nem kötődött semmihez. Na akkor az volt az. Kattantak a telefonba, meg bekapcsoltak az irodába időnként, ez velem megtörtént egyébként. Hallottam, hogy beszélgetnek ott az irodába. Én meg ott kiabáltam, hogy tegyék már le, mert telefonálni akarok az ismerőt. Kávét főztek, meg hasonló. Egy általános fenyegetettséget is ad. Tehát virulunk rajta, meg így álmélkodunk is egy kicsit rajta, bár szerintem ez egy kicsit álszent álmélkodás, tekintve, hogy tényleg ez az egész szörnyű struktúra, ami a fejünkre épül, ez nem utolsó sorban, sőt, most már egyre inkább elsősorban az információn alapul. Másrészt viszont egy kicsit fegyelmezni is fogjuk magunkat, mert azt fogjuk mondani, hogy jesszusom, ezt tényleg azt is hallják, amikor bableves tettem. Tehát, hogy így... Nem tudom, én azóta egyébként olyan szempontból jó, nem érzem egyedül magam soha. Tehát így eddig a macskát vakargattam, most meg beszélek a csillárhoz. Mert én meg nem depressziós vagyok, hanem úgy látszik lassan skizofrén, és a rosszabbik énem az meg most ott van már mindenben. Engem az érdekel egyébként, bocsásson csak, hogy vizsgálódnak a hatóságok egyébként a Pegazus botrányban. Franciaországban. Engem ez az, amit marhára érdekel, hogy itt meg miért nem? Ez egy tök fontos dolog lenne, hiszen egyébként újságírókat érint ott is a történet. Tehát itt nem ér annyit egy állampolgár, nem ér annyit egy újságíró, hogy kivizsgáljuk azt a helyzetet, hogy mi a fene történhetett.
Ez is azért. Egyébként azért egy dolog szerintem ez nagyon rövid lesz, nagyon fontos lenne. Az, hogy ugye ezt most feltárták, ez a nemzetközi tím. És azt mondták, hogy 300 magyar név van, meg mit tudom én, 50 ezer név. Hol az a lista? Én szeretném most már látni egyébként. Tehát így oké, hogy egy darab ilyen csepegtetve volt, de hát oknyomozó újságírók tártak fel valamit, van 300 nevük. Én azért ilyen Snowden-i módon a helyükben fölraktam volna azonnal az egészet. Én már néztem pont ezért, hogy 9 magyar név. Már 9, tehát ez most így csepegtetve lesz, és egyébként lehet, hogy ilyen előfizetéses módon, hogyha fizetsz egy összeget, akkor kapsz még 10 nevet. Ha a Patreonon támogatod, akkor megtudhatod, hogy te is rajta vagy. Tudjuk ki az a 9? Mert eddig legalábbis három olyan névről tudok, akiről tudjuk, hogy mondani. Ugye a három újságíró, egy negyedik, aki nem vállalta a nyilvános szereplést, akkor a ügyvédi kamarának az elnöke, Simicska, a Gémesi, kis Simicska. A Simicska Ádám, és még valaki most van. Kicsit Varga vállalkozó. Ja, igen, ő is, igen. De megvolt. Szerintem nem vagyunk előrébb, tehát az a 9, ez az a 9. Nagyjából ennyi volt. Igen, az első, Sanyi aggódom érted. Hát pont 9-el több, mint amennyi, tehát egyikük sem terrorista. Nem? Tehát, hát azt majd megtudjuk. Na mindegy. A Pintér szerintem nem viccelt egyáltalán. Én lehet, hogy túlspirálom ezt a dolgot, de tartok tőle, hogy néhány hónap múlva, mondjuk ezzel az érveléssel emberek fognak a bíróság előtt állni. Annál is inkább, mert ez a jogszabály, amelyik ráadásul, ha úgy tetszik, legális lehetőséget adott arra, ugye ezt hallunk mindenféle kompetens jogi személytől, hogy hát annyiban is, amennyiben van egy ember, aki erre föl van hatalmazva, úgy, mint az igazságügyminiszter, meg mondjuk egy ilyen nyomozási bíró, megadja az engedélyt, akkor minden jogszerű. És mint tudjuk egyébként, ugye az elmúlt egy évben Varga Judit nagyságrendekkel emelte a lehallgatható személyeknek a számát. Én visszacsatolva még egy pillanatra a hős vagy áldozat vitához, én azért is teszem a hősök mellé a voksomat, annál is inkább, mert ahogy például erről a Pegazus ügyről ezt a vitát is itt végighallgatva, szóval mindaddig, amíg a megértés nincs, és ezt az egészet elvicceskedjük, és úgy csinálunk, mint a tök hülyék lennénk, én azt gondolom, hogy addig azért ne reménykedjünk. De majd megérik az a helyzet, hogy mondjuk az emberek a mindennapi élethelyzetükkel összefüggésben fogják adott esetben ezt értékelni, hogy a magyar állam ilyen helyzetben, egy ilyen jogszabályi háttérrel korlátlanul a saját politikai szándékainak megfelelően hallgat vagy nem hallgat le embereket. Evidencia, hogy egy ilyen szisztémában a saját embereket le kell hallgatni. Tehát az Orbán rendszer, ez most már szerintem közhely, de hát ezt ne a tüntetőktől várjuk, mondjuk tőlünk minimum elvárható. Az Orbán rendszer csak akkor tartható egyben, és mindaddig tartható egyben, míg a saját klientúrája egyrészt tetetve van, másrészt pedig félelemben van tartva. Azon kívül... Meg amíg a gondolkodók, a nyilvánosság előtt gondolkodók is intellektuálisan olyan szinten igénytelenek, különös tekintettel a jogászokra, akik egyébként Bánáti Jánostól, mit tudom, kicsodáig ezt a helyzetet jogilag rendben lévőnek tartanak, és én ma egyetlen egy darab magyar értelmiségéről tudok, aki a tudásának megfelelően felelősen nyilatkozott erről a lehallgatós dologról, ezt úgy hívják, hogy Szent Iványi István, én is egy barom vagyok, nem néztem rendesen utána, azt kell, hogy mondjam, hogy ki lehet mondani, hagyd túlozok ennyiben, jogon kívüli helyzet van, mert a strasbourgi bíróság erről a jogszabályról, amelyeknek egyébként mi is jogalanyai vagyunk, kimondta, hogy törvénytelen 2016-ban. És a magyar állam, a magyar végrehajtóhatalom és a magyar parlament ezt eliminálta nyilvánvalóan önző érdekből. Tehát ha úgy tetszik, törvényen kívüli helyzet van, amúgy persze nem kötelező visszaélni egy helyzettel, én körülbelül leszarom, hogy az Orbán hogyan tartja kordába a saját klientúráját. Remélem, hogy mint ahogy a guánó összerakódik előbb-utóbb, és annak ellenére, hogy azt szokták mondani, hogy a szar nem robban, azért ez a sok-sok élmény, ami mindannyiunkat érint, meg ért, meg ez a sok feszültség, meg amikor ki fog durranni, ugye már Matolcs is arról beszél, hogy a maga gazdaságot végül is betonba öntötték, akkor ennek a tudatában le fogjuk váltani ezt a rendszert.
Egyébként most, hogy a műsor elején kidepisztem magam, most már egyre vidámabb gondolatok, hogy például csinálhatnánk azt is, hogy mindannyian elkezdünk sokkal izgalmasabb életet élni. Hadd irigykedjenek a lehallgató. Mert eddig ugye, de most, hogyha belehallgat, majd is kiderül, hogy azt a mindenit. Hát ez jól érzik magukat, hát jönnek, mennek, ilyen összejövetel, olyan. Hadd irigykedjenek, neki meg ott kell melúzni az alkotmányvédelmi hivatalnál éjszaka is. Ezt azért de a Petri... Hát, ha egyszer valakinél lepattan a húr, és majd ő... Petri már megírta versben ugye a személyi követő dalában, és így a személyi követő végül is arra a következtetésre jut a személyi követettel kapcsolatban, hogy egyszer majd Dunát rekeztek veled. Mindig szoktunk erről beszélgetni, Pista különösen gyakran hozza föl, hogy a fideszes kollégák, vagy a volt kollégák, vagy barátok... Na, ezt megkaptad! Mit gondolnak, vagy mi van az ő fejükben? Én is átéltem most, tulajdonképpen kultúrsokként fogtam föl, hogy orvosokból álló társaság milyen elképesztően... Egy összejövetelen voltam, hogy milyen elképesztően, hát az én véleményem szerint ostobán és elvakultan érvelt a kormány mellett. De annyira, hogy hirtelen nem is tudtam mit mondani. Tehát az a szint volt, ahova egyszerűen nem tudtam, pedig le tudok alacsonyodni, de nem nagyon ment. És, de hogy mi van például a vezető fideszes politikusok fejében, hogy ők mit gondolnak magukról, hát baromi jól megmutatja, ahogy a Varga Judit, vagy Judit, sosem tudom, mindig keverem a másik hölgyel. Tehát, hogy a Varga Judit reagált a két autóversenyzőnek a kritikájára. Ő nem volt egyszerű helyzetben. Lehet, én például nem szeretem a Forma 1-et, de azt azért tudom, hogy a Lewis Hamilton minden idők, most már talán legjobb autóversenyzője, most lehet ezen páran vitatkoznak, a Vettel meg napjaink egyik legjobb autóversenyzője. Sportoló fenoménok. Ha ők valamit mondanak, annak elég ciki, hogy mondjam, nem stílusosan válaszolni, és ő nem stílusosan válaszolt. Tehát ugyanazon a pökhendi módon, mint hogyha mondjuk én mondtam volna, és akkor na a pörzsét azt aztán le lehet dorongolni, mert az egy senki. Csak éppen Lewis Hamilton nem egy senki. Tehát amit ő mond, arra egymilliószor jobban odafigyelnek a világban, mint ahányan Varga Juditra. És a Deutsch Tamás meg, az meg kifejezetten színvonal alatti volt, ugye ő azt mondta, hogy Lewis Hamiltonnak, mire mondta, hogy nincs gyereke? Hogy? Igen. Szivárványos cipője, de nincs gyereke. Tök mindegy, most nincs gyereke. Ez milyen válasz ez? Jaj, mi hát ez? Mert hogy neki nem kell megvédeni a gyerekeket, ez ezt ja, jelenti. Jaj, értem. Atya ez tényleg nem esetleg? Nem. Mondom, egy szint alá egyszer nem tudok lemenni. Már bocsánat. Pedig voltam katona 2 évig. De hát Varga Judit ugye belföldre játszik, hát most jó, ez persze. Van. Hát most a Hamiltonnak van 23,2 millió követője az Instagramon. Igen, csak pont az az 1 millió, akinek a Varga Judit játszik, az Varga Judit követője. Nem a Hamilton követői szavaznak, hát igen. Ez így nem, van. Egyébként ez gyönyörű volt ez a mondat, ez a cipész maradjon a kaptafánál. Én persze így annyira vonzó volt, nem tudtam ellenállni neki, pedig tényleg szégyellem a névvel való viccelődés. És mindezt egy hegedülős videón. És mindezt egy Varga mondja, hogy a cipész maradjon a kaptafánál. Ez, tényleg, de hogy azért ez az étosz, ami benne van. Tehát, hogy így, könyörgöm, ezek nemzeti konzultációkat csinálnak állandóan, nyakra, főre, mindenről, megkérdeznek bennünket. Megkérdezik a cipészeket, a balettáncosokat, a kőfaragókat, az orvosokat. Elvileg nekünk az van eladva, hogy mindenben kikérik a véleményünket. De akkor hogy van az, hogy egy autóversenyző vagy egy cipész mondjuk azt mondja, hogy neki nem tetszik valami, akkor az már nem jogosult vélemény? Tehát ez a hihetetlen, nem tudom, lenéző hübrisz, amit Varga Juditból úgy árad. Varga Juditból, aki hát ugye nem tudom, biztos ért a joghoz, csak akkor nem tudom, miért nem gyakorolja, biztos ért egy csomó mindenhez, de ugye nagyjából azt láttuk róla, hogy tud dekázni, és elég sokat, ez azt hiszem a magyar kormányban ez egy fontos szempont, hogy az ember lánya tudjon dekázni, és hát őt ilyen nem is tudom minek tart, tehát főzni nem tud, az már kiderült szintén a videóiból, egy csomó mindent nem tud.
amit ugye eladnak, hogy tud. De nem is ez a lényeg, hogy mit tud Varga Judit, hanem milyen alapon jön a kormány, az emberek kormánya, a nép kormánya. Folyamatosan ezzel jöttek azért az elmúlt 11 néhány év alatt. Mindig változott persze a keményen drogozó kis embertől kezdve a nem tudom milyen polgári. Hogy azt mondja, hogy te nem számítasz. Ez egy Hamilton nem számít. Tök mindegy, kire mondják, mert mindannyiunkra mondják egyébként. Most attól, hogy ő egy híres autóversenyző, de nem ért. Vagy a Varga Judit ért a Kresszhez, vagy a Hamilton ért a Kresszhez, persze elsőbségadás kötelező a Forma 1-es pályán, az a rettentő gyakori tábla. De hogy honnan veszi ez a Varga Judit? Igen, majdnem kimondtam egyébként. Honnan veszi a bátorságot az, hogy átlagemberezzen, kisemberezzen, és azt mondja, hogy cipészeknek rohadtul nincs köze ahhoz, hogy mi csinálunk. Mindannyian cipészek vagyunk, basszus. Nem ezt mondta. De azt mondta, a cipész maradjon a kaptafánál, a Hamilton maradjon az autóversenyzésnél. Mi lenne, ha valamit elkezdtem, akkor befejezhetem? Fejezd be, Sanyi. Nem azt mondta ezzel, hanem azt mondta, hogy az idegen, a külföldi, aki nem ide tartozik, aki nem a magyar nemzet tankja, az kussoljon. Ez volt az üzenet lényege. És egyébként erről szól minden üzenete ennek a kormánynak, és lényegében ennek az üzenetnek a mentén tartja egybe a szabadlótáborát. Nagyon érdekes különben, ha már ide idézte valaki, ugye az egypercesekben mi hangzik el. Talán ma hallottam először egy olyan egyperces, már az olimpia alatt zajló egyperces történet. Miről szólt? Ma volt az első, valamikor korai délután, ami nem erről szólt. Buzisztak, migránsoztak, és legyőztük. Nem mondok semmi újat, csak mondom, egy percben folyamatosan, 0-24 órában, a harmadikat nem mondtam el, ugye mi a fene, legyőztük a... Bocs, mi ez az egyperces? Na kérdezz! Az egyperces hírek a TV folyamban. Vannak egy perces... Nyomnak be ilyen híreket a sportba, és akkor elmondják a... Azért te a TV előtt fogsz elmondani. Én rohadtul nem érdekel a sport, meg a TV. Jó, de hát oké. Okay. Tehát a sport közvetítésekben ez már elég régen van, és az olimpia alatt is tolják, és a hogy hívjákon is tolják. Ugye, ráadásul azért érdekes, mert az M4, hát akkor most elmondom, hogy az M4 az... hivatalosan egész nap az olimpiáról szól, nem szólítják, nem szakítják meg híradókkal, meg nem tudom, csak ezekkel az egyperces hírekkel, de ez most már évek óta így van, úgyhogy már bocsánat, azt hittem, hogy ez eljutott az... Azt se tudtam, hogy M4 is van. De talán azért nem kell egy műsort összehívni, hogy ezt megbeszéljük, hogy te mit nem tudsz. Hát csak kíváncsi voltam, miről beszélsz, figyelj, mindig az a baj, hogy nem figyelünk. Hát kérdezd meg utána. Szóval... Az a helyzet, hogy ez a három ügy, és hát tényleg azt gondolom, hogy semmi újat nem mondok, az üldöztetés és az üldözött nép, ezek vagyunk mi, a Hamilton is támad, minden olyan gesztust, amit esetleg lehet interpretálni támadásként, azt így is fogják interpretálni. Ami ebben szerintem érdekes, ez valójában, amin el kéne gondolkodni, és ez persze elvezet odáig, hogy tényleg mi közünk nekünk ehhez az unióhoz. Föl kell fogni, hogy Európában, és ha úgy tetszik, ebben az euróatlanti világban vannak közösségek, amelyek nem az szerint az értékrend szerint élnek. Itt meg van jó néhány millió ember, aki egyrészt vevő erre a dumára, azon kívül van egy jó néhány millió ember, aki szarik az egészbe. Amúgy meg egyébként egy csomó dolgot még mindig nem értünk a világban, ráadásul tényleg a bibói értelemben vett félelem, hozzátéve az, hogy a hatalom maga is baromira fél, részben a privilégiumainak elvesztéséért, miatt meg a 60 puszta például, az egy nagy érték, ez nagy veszteség lehet. Úgyhogy ez a történet erről szól, és erről is fog szólni, és még egyre durvábban erről fog szólni. No, pláne erről fog szólni akkor, hogyha mondjuk a Fidesz megnyeri a választásokat. Aztán persze, amikor ellenzékben lesz a Fidesz, akkor detto ugyanerről fog szólni ellenzékből. És azok a hordák, amik egyébként össze vannak rakva már, sokkal jobban be vannak élesítve, sokkal jobban meg vannak szervezve, mint a tévéostrom előtt, ezek működni fognak. Tehát szofisztikált megfontolásokat ne várjunk a hatalom részéről, a mi részünktől, vagy mi tőlünk viszont elvárható lenne, hogy fölfogjuk például ennek a Pegazus ügynek is a jelentőségét, és ne azon viccelődjünk, tényleg egyszerűen Sanyi, kiborog... elég a te felfogod. Hát, az meg.
egyszerűen kiborulok attól, hogy ebből viccet csinálunk. Ha egyébként is mindenki lehallgatnak, meg a Facebook is így, meg úgy, meg amúgy. Egy nagy szar. A kérdés az az, hogy a hatalom mit csinál. Mint ahogy bocsássatok meg most kivételesen, sose beszélünk, még ha úgy tetszik ellenzéki körökben sem. Ez a Cseh Katalin ügy olyan egyszerű, mint a vonatfügy. Csak azt az egy dolgot nem teszik hozzá az én drága elbarátaim és ellenzéki társaim is, hogy a Cseh Katalin nem volt hatalomba. Az a korrupció, amiről beszélünk, az arról szól, hogy a hatalom felhasználásával lopnak. A hatalomon kívül, még jó, hogy nem mindent kizárólag a hatalom visz el egy pályázat esetén. És mégis fel tudják ezt a narratívát építeni, és mégis egyetlen élő ember nincs, akkor mit akarunk tízezres tüntetéseket, aki azt mondja, hogy hölgyeim és uraim, ez az ügy egyszerűen kívülesik mindenféle korrupción, mert egy sima magyar állampolgár, és akkor még sima volt, és aki ellenzékben van, még ráadásul hátrányban is indul, simán magad, az állampolgár nyert egy pályázatot, pont. Az a szép benne, Csanyi, hogy az elején lebasztad a Dévényit, hogy szegény milyen depressziós és állandó csak siránkozik, aztán meg letolsz mindenkit, hogy kiröhögjük a Pegazus ügyet. Ebben szerintem pedig az Istvánnak igaza volt. Ez a kormány a legjobban attól rettek, hogy nevetségesé válik. Tehát nevetségesé, öcsém, mert az, amit humor címén csináltok, az egy rakás szart nem ér. Az nem humor, azon csak mi röhögünk. Nem, Sanyi, reveltem több, mit csinálok humor címén, de mindig hát azért nem vagyok. Elhajdu Péter esettünk. Nevetséges. Elhajdu Péter esettünk. Szerintem a saját vicceimen egyébként, ez Isten bizony. Nincs az Isten. Bocsáss meg, hozzászólhatok? Hogy én nemrég, mint egy hete pont egy barátommal jöttünk vissza egy lovaglásba, és akkor találkoztam a kormányplakátokkal, és talán csak pont, amin Sándor beszélt, erre szeretnék reflektálni, vagy erre a közhangulatra, vagy humorra, nem humorra, amikor az emojik vannak. És ebből szeretnék egy picit kiindulni, hogy ha megvizsgáljátok ezeket a plakátokat, marha érdekes, hogy körülbelül 5, 6 vagy 7 emoji káromkodik, haragszik, felrobban a feje, dühös, kétségbeesett, és egyetlen egy emoji mosolyog. Emeljük a minimálbért. Egyetlen egy emoji mosolyog. Tehát van egy olyan közhangulati leptetés, hogy itt veszély, harag, gyűlölet, utálat, és minimálbér, és harag, és gyűlölet, és minimálbér. Tehát van egy ilyen alaphangulat, amivel igazából berántják az embereket ebbe a rémisztő közhangulatba. És szerintem ez az, amit nekünk nem szabad megengedni. Tehát, hogy nem csak a Pegazus botrányt kinevetni, bagatelizálni, egyetértek, szerintem ez egy nagyon markáns dolog. Viszont az nagyon fontos, hogy érvekkel, és most leszek igazán demagóg, úgyhogy most vigyázz, szeretettel érdemes hozzáállni ehhez, mert a következő párhuzamot szeretném hozni. Ezzel kapcsolatban, amikor... Azt mondja Jézus. Jézus a szeretet. Amikor egy gyors analógiát hadd hozzak. Amikor megláttam ezeket a kormányplakátokat, mérhetetlenül szomorú és kétségbe esett lettem, hogy ebbe a játékba akarnak behúzni. És hihetetlenül boldog voltam, amikor a Partizánon visszanéztem a Pride beszédeit. Mert az összes beszéd az elfogadásról, az optimizmusról, a lelkesedésről és a szeretetről szólt, megoldás szinten is. Tehát nem arról szólt, hogy szeressük egymást, és akkor mi lesz? Hogy lesz? Hogy lesz akár kormányváltás? És félreértés ne essék, az első pillanat, amikor én nyilvánosan kimondom, hogy biztos, hogy nem fog a Fideszre szavazni. És volt 12 évük, ennyi időt adtam nekik, én 33 évesen. De hogy ebben a helyzetben mégis szerintem nagyon fontos, hogy az a fajta érv és szeretetrendszer, amivel például lehet kommunikálni, amiben nem emoji szinten kommunikálunk például az állampolgárokkal, de ha mégis, ebben, akkor vegyük észre, hogy ennek az, a kormánynak az alapattitűdje és lelkülete az a 6-7 dühös, utálkozó emoji. És erre a vonatra nem ülhetünk föl. Erre akarok rácsatlakozni, Áron, te nem tudtad, hogy mi jár a fejemben. Majdnem ugyanígy, ennek kapcsán tettem volna föl a kérdést, ugyanez a gondolatmenet, ami a hosszú Katinka jelenség. Nem a sportról szeretnék beszélni, hanem arról a fajta gyűlöletről, amire a Gyurcsány és az Orbán apparátus megtanította az embereket. Nem hiszem, hogy a magyarok ennyire gyűlöltek régen, mint most. A saját hősükből egy nap alatt
ördögöt csináltak. Nyilván tudja mindenki, hogy miről van szó. Nem nyert hosszú Katinka. Sőt, még az utolsó napokban le is szerepelt önmagához képest. Címvédőként 20. lett. És megérdemelte ezt az elképesztő gyűlöletet, ami rászakadt. És szerintem ez már összefüggésben van ezzel az elmúlt 16 évvel. Hogy látjátok? Mindenek előtt hiányérzetem van, mert azt hittem, hogy Noár meg fogja kérdezni, és hogy ki volt a Pride-on? Én voltam a Pride-on, de a beszédeket nem hallgattam meg, mert azokat nem szeretem. A beszédeket. Csak annyit még mielőtt rákanyarodnánk, hogy én azért lettem egy kicsit depi az elején, mert abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egy egész napot Szlovéniában tölthettem, és én most voltam életemben először, és leesett az állam, és nem attól esett le az állam, hogy Szlovénia úgy néz ki, mint Ausztria, csak nem osztrákok laknak, hanem attól, hogy nem voltak óriás plakátok, nem találkoztam sehol a hülye politikával. Ráadásul ugye nekem ez mániám, hogy évelején befizettem az autópálya díjat, majd kikapcsolom az autópályákat a navigációs szoftverben. Icipici falvakon mentem keresztül, de olyan helyeken, hogy azt mondtam, hogy úristen, csak itt ne jöjjön senki szembe, mert az életben nem egy traktor jött szembe természetesen. Fantasztikus volt látni azt, hogy nincsenek kerítések a házak között. Nem tudom, ki volt már, most ráteszem tőle, ki volt már Szlovéniában, kis falvakban. Fantasztikus volt látni, hogy nincsenek kerítések, hogy tele van az összes falu, község erősnek látszó magángazdaságokkal, mert traktorok állnak, kombájnok, árad a trágyaszag, amit én imádok. Ez most tudom, hogy ilyen furcsán hangzik, de hogy abból is érezni, hogy így él az egész. Hogy az sütött az egész országból, hogy itt élni jó. Hogy az emberek jól érzik magukat. És akkor hazajöttem egy ilyen fantasztikus nap után, és aztán ugye még ott a őrség, meg a kis falvak még semmi, aztán, hogy jönnek a nagyobb települések, jött ez a sok ostoba plakát már megint szembe, és tényleg elkeseredtem ezen. Jézusom, hogy nekünk ezt a hideg polgárháborút kell megélnünk most már, nem tudom, hanyadik éve. Hogy tényleg ez a sorsunk. Nem. És a szervesen tartozik ehhez. Pontosan ehhez tartozik, hogy élünk ebben a hideg polgárháborúban. Most tényleg nem tudom, hanyadik éve, nem tudom, a Fidesz mikor cuppant rá, erre már lassan nyomon követhetetlen. És tényleg ez süt mindenhonnan. Ez a táborlakóság, meg a harag, meg a dű. És ez katasztrófa. Meg a bizonytalanság, ami még hozzá adódik. Tehát, hogy te nem tudhatod azt, hogy neked van egy vállalkozásod, azt mikor fogják ellehetetleníteni, ezt nem fogom kimondani, útelágazódás. Ott vannak a taxisok például. Nem? Egyik hétfőről kedre, puff, jött egy rendelet, és a kis taxicégek mentek a levesbe. Vagy a trafikosok, és lehetne sorolni. Tehát, hogy ebből áll a magyar állampolgároknak, a magyar polgároknak az élete, folyamatosan tartanak attól, hogy már megint mit fog kitalálni máról holnapra a kormány. Már megint mivel fognak szivatni, már megint mivel fognak idegesteni, mivel fognak hergelni, ki lesz a fő ellenség. Gyakorlatilag ez írja le a hétköznapi létezésünket, mármint a közéleti létezésünket, és ez tényleg katasztrófa. És ebbe szervesen illeszkedik ez a hosszú Katinka történet is. Már nem tudja senki megítélni most már se a sport szereplőket, se a közélet, senkit normálisan, objektív, jót úgy nem is lehet. Hanem az van, hogy az én kutyám kölke, vagy nem az én kutyám kölke. És ez simán változik egyébként szituációról szituációra is, ami a legrosszabb az egészben. Tehát aki még előző nap még az én hősöm volt, hogyha olyat mond, akárkire, akkor másnap már utálni fogom. Egészen elkeserítő ezt nézni. Igen, engem eszökkentett meg. Én ezt már elég sokszor elmondtam, hogy nem foglalkozom a sporttal, tehát így hosszú Katinka, mint sportoló, engem nem érdekel, de azt így azért elég híres ahhoz, hogy így állandóan átüsse az inger küszöbömet, hogy éppen hosszú Katinka hogy áll. És így nagyjából abban a gömbben, amiben én mozgok, mondjuk egy amit ugye a Facebookkal kapcsolatban látok, az elmúlt 5-6 évben egy folyamatosan az volt, hogy hosszú Katinka istennő, aztán hosszú Katinka egy orbánista ringyó, hosszú Katinka istennő, hosszú Katinka egy orbánista ringyó, és ugyanazok az emberek ugyanazt a véleményt képesek, igen, pár nap különbséggel képviselni, attól függően, hogy hosszú Katinka éppen tárgyalta Orbán Viktorral, nyerte valami versenyt, vagy elvesztette. Aztán hosszú Katinka, nem hosszú Katinkáról szól ez, mert ugyanez az igaz, az összes ilyen híres figurára, akit valamilyen módon az emberek ilyen celebként képeznek és használnak, hogy de nyilván nem mindenki, persze, ez, és egy ilyen Facebook buborék az mindig torzít. De hogy igen, elég egy rossz mondat, elég az, hogy valahova ne úgy pozícionáld magad, ahogy a pozícionálás el van várva is. Nem az van, hogy akkor mondjuk egy kicsit kevésbé szereted azt a celebet, vagy egy kicsit már kevésbé
rajongsz érte, hanem csak ez a, tehát a potmétert nem lehet középre tolni, hanem csak vagy fönt van, vagy csak lent van. És így nem tudom, ebből egy rettentő diszonancia jön létre. Én nem voltam mostanában sajnos Szlovéniában, remélem megyek Horvátországba, mindig vicces hely. De hogy így, én meg azt érzem, hogy ilyen a külföldiekkel találkozom, akik mondjuk nem annyira közeli ismerősök, azoknak látom a szemében a sajnálatot. Ez a, ja, te magyar vagy? Tehát főleg persze európaiakról beszélek, akik, tehát hogy már mert emlékszem, amikor a szocializmusban mi voltunk a legvidámabb barak, és akkor az ember harcolt ellen, amit volt benne egy ilyen kis ilyen sajnálattal vegyes lenézés, vagy egy kicsit, mint hogyha mondjuk egy román állampolgár az magán hordozta volna ennek az országnak, annak a rémes rezsimnek, a Ceausescu rezsimnek a rossz szagát, mint ha átitatta volna. És most a külföldiekkel beszélek, azt érzem, hogy mint minket is átitatna már ennek a rémes rezsimnek a büdös szaga, és egy kicsit így ránk olvadna, és így az meg magyar vagy, azért az húzós. Nagyon kellemetlen. Ezt a Frey ki is mondta egy interjúban, nem tudom, hallották-e, hogy ő most már azért merem idézni, mert nyilvánosan megjelent, már nem emlékszem, hogy hol. Ő kifejezetten elmondta, hogy ő most már inkább elhallgatja, mert ciki. Na de ha kiderül, hogy magyar vagy, akkor egy picit így lesz. Igen, na ez az az ország, amiben én biztos nem szeretnék élni. Tehát ez tuti. Tehát az, hogy arról beszélgessünk, hogy ciki magyarnak lenni, tehát ez 33 évesen, az annyira megdöbbentő, hogy nem tudom nektek elmondani. De értem, akkor is. Hát a legmenőbbnek kell lennie, például most a közönség soraiban, itt ül egy 19-18 éves lány, akivel az előbb beszélgettem, hogy mit keres itt? 19, mehetne 1000 helyre, stb. Itt van mégis ezen a beszélgetésen egy magyar lány. Szerintem magyarnak lenni egyrészt iszonyatosan menő, iszonyú vagány, és nem szeretném, hogyha eljutnánk oda semmilyen szinten, hogy valaki azt mondja, ez ciki. De én kifejezetten patriótának tartom magam, és nagyon elítélem Frey Tamásnak ezt a mondatát. Nyugodtan kap föl, vedd föl és hívd ide a vendéget. Jaj, nem szeretném, ezt Frey Tomiról szólna, nem. Én csak őt idéztem, reflektálva arra, amit a Péter mondta. Nem a Náva Janikó csinálta a Frey interjút? A másik, bocs, Sándor, bocsáss meg, csak semmi, mondjad. Ne haragudj. De nem, mondjad. Csak egy gondolat, hogy egyrészt hosszú Katinkát, én mint sportoló, döbbenetesen tisztelem. Benne is van az egyik számban, a 116-111-ben, mint egy komoly példaként írok róla, hogy ez el tudod érni, de mellette van Illés Fanni is, ugye, aki paralimpikon. Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon döbbenet, amit belerakott az egész életébe, stb. Szerintem, amiről mind a ketten beszéltetek, és ez az, amit nem szabad elfelejteni, hogy mennyire engedett közel a pártpolitikát magadhoz sportolóként. Mert amiről te beszéltél, hogy itt van fönt és hol van lent, mindig ugye te is az Orbán mellett lévő említést említed. És szerintem ez az, amit egy sportolónak nem szabad megengedni a magának. Ez az, amit szerintem ki kell kerülnie. A valódi pártpolitikai függetlenséget. Mert amikor ezt nem teszi meg, akkor történhetnek meg ezek a helyzetek. És én ezt látom ebben a helyzetben az egyetlen fő problémának. És az Egerszegi Kriszta, volt Sanyi, azért azt már együtt éltük át, amikor 2002-ben fölment a színpadra. A dísztribűnre felült, igen. Na, szóval azt szeretném mondani, hogy én a magam önfejűségének abszolút tudatában határozottan merem állítani, hogy az, ami itt ebben a Hosszú Katinka ügyben a Facebookon visszatükrődődik, és ez nem a Facebook hibája, ennek semmi köze nincs a valósághoz. De az égvilág, leüljünk ennek föl. Ez kamu, egy torz látvány, egy optikai csalódás. Igen, a Facebookon, mint egy eszközön, mint egy platformon, jönnek-mennek a hordák. De azért ez az ország nem hordákból áll kizárólag. Ezeknek a hordáknak persze valamilyen szinten van valami kapcsolatuk a valósággal, és ahogy például elnéztem ezeket a beszélgetéseket, vagy belenéztem ezekbe a vitákban, valójában azt se tudják, hogy miről beszélnek. Valaki felütötte, ez is egy tanulság, nyilván meg kell tanulnunk ezt a nyilvános platformot, hát majd az emberiség talán megtanulja. Elindult egy ilyen örjöngés a Hosszú Katinka környékén, maguk az örjöngők is jó részt egyébként egyáltalán azt se tudják, hogy miről szól ez a történet, mi is volt az apropója. Egyébként jó, hogy szóba hoztad az Egerszegi Krisztát. Többen voltak itt már azért, akik mindenki ezzel, azzal, amazzal mutatkoztak, akár politikai irányultságtól is nem függetlenül, és mégis a tekintélyük, az autoritásuk megkérdőjelezhet. Tehát ilyen például a Kriszta is. De egyébként a Csalaci is mutogatta már magát. Azt mindenki elfelejti, és ilyen értelemben és ő egy nagyszerű sportoló, tény. De mint minden ember,
legtöbb része van. Hát ő egy nagyszerű sportoló, amúgy egyébként hát vannak jelenbéli problémák, és ugye arra a kérdésre jó néhányan elkezdték keresni a választ, az, hogy indulatos módon-e vagy nem, de például a vitatkozó felek egy jelentős része erről nem is tudott semmit. Ugye, hogy azért tetszik vagy nem tetszik, szakrális Isten királynő-e vagy nem, Hosszú Katinka és a menedzsment, az úszószövetség menedzsmentje mérhetetlen módon kitolt Jakabos Zsuzsával. Effektíve. Ez az egyik dolog. Azon kívül meg nem áll. De... Sanyikám! Nem menjünk be, épp azt akartam elkerülni, hogy ebbe belemenjünk. Az engem nem érdekel. De nem igaz, mert a Jakabos férje mondta, hogy nem tolt ki vele. Hát nem beszorok be. Mert nem, hát Sanyi, hát kénytelen vagyok beleszólni, mert ez egy olyan műsor, ahol el kéne hangozni az igazságnak is. Tehát a Petrov mondta a saját ez maga. Ez új. Hogy... Na, szóval azt szeretném mondani, már bocsáss meg, megértem, hogyha az igazság... Nincs abban az állapotban a Jakabos, hogy úszott volna a Katinka helyett. Tehát pont ez nem teljesen igaz. A másik kislány igaz. Azt kizárta az olimpiáról. De ebben akkor már, ha itt tartunk, akkor nem az erkölcstelen, hogy a saját fiúját vitte ki? Egy létszámstoppos olimpiára? A fiúját edzőnek nevezve, aki egyébként egy OK-s és tanfolyama van? Szóval azt szeretném mondani befejezve, hogy ugye az emberek ezt a tényt például azért tudták, és ettől függetlenül egyébként ezt lehetett volna nyilvánosan pertraktálni előzetesen, de az ilyen hülyék, akik nem beszélnek konkrétan nem tudom kivel, aki a f*** tudja szintén, hogy honnan vette az információt, egy tény, hogy, és ezért mondtam a menedzsment bűnét is, tény, hogy ez a probléma előállt. Azon kívül erről a problémáról is sokan tudnak, amit most te szóba hoztál. Ez is nyilvánvalóvá vált. Ezt az embereknek egy része, meg jó része, ezeket nem szereti. Mint ahogy az is tény, és baromi sokan tudják. Tehát nagyon sok ellenséget is begyűjtött, és foglalkozott, ha úgy tetszik, hivatásszerűen az ellenség gyűjtéssel, mert hogy azt a félváros tudja, hogy ugye ezzel az úszodával mi történt. Márhogy a világbajnokságra fölépített úszodával, sok milliárd él, ahova élő ember, meg egyéb sportiskola nem teheti be a lábát. Azon kívül meg ugye még mai napig is azért nagyjából az a gyanú, és alapos gyanú lengi körül, hogy ingyen használ egy ilyen monstrumot. És nem folytatom. Tehát az a baj, hogy az ember azért akárhogy is van egységbe tekintett személy. Tehát nagy sportoló, az ég ott a világon, senkinek semmi baja nincs. Nem hiszem el egyébként, hogy a magyar nemzet, vagy a magyar honpolgárok, vagy az én honfitársaim túlnyomó többsége egyébként ne tisztelni Hosszú Katinkát, és akkor záró gondolatként csak annyit mondok, viszont ennek a tűznek és a polgárháborús indulatok szítása hát nagyon komolyan beleszállt, és nem csak Hosszú Katinka tekintetében, az egész olimpia tekintetében a hatalmi propaganda kisajátította, rátelepedett, mert szüksége is van e fajta sikerélmények produkálására, a magyar olimpiai csapat teljesítményére. És muszáj nekik produkálni, ha hatalomban akarnak maradni, hogy mi itt mind hazaáruló ellenségek vagyunk. Ennélkül nem tudják a tábort egybetartani. Hazaáruló, buzi, liberális ellenség vagyunk. És erről is szól a Pegazus különben. Ennek a műsornak az elődje, ugye az arról szólt, hogy a szélső jobbon ültem én is egy ideig, a szélső balon ült Konok Péter, és közte a politikai helytől függően ültek különböző okos emberek. És alapok. Akkor volt egy időszak, amikor én úgy éreztem, hogy nagyon leült a műsor, amikor már mindenben egyetértettünk. És ez nem tett jót a műsornak, mint tévés produkciónak. De most ez a mai... Ez végre. De meghívtatok azért. Ez végre visszahozta a régi szép idők hangulatát, úgyhogy köszönöm urak, hogy itt voltatok. Ennyi volt.